Pontosak azok, hogy nem lesz probléma, mert kitalálom azt előttem. Az ideiglenes buszmegállók helyének kiválasztásáról egyeztet Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere, a Magyar Közút, illetve a kormányhivatalhoz tartozó közlekedési felügyelet munkatársaival. Ugyanis a napokban kezdetét veszi a Budai úton és a Szentháromság téren elhelyezkedő buszmegállók felújítása. A város vezetője azt mondja, korábban már jelezte a Magyar Közút felé, hogy a bátaszéki buszöblök műszaki állapota egyre rosszabb, és szükségesnek találja a felújításukat. Néhány nappal ezelőtt kaptuk a hírt, hogy még ebben az esztendőben erre úgy tűnik, hogy lesz lehetőség. Egyeztetéseket folytattunk a Magyar Közúttal, illetve a közlekedési vállalat illetékeseivel, hogy az építkezés idejére hol tudunk ideiglenes buszmegállókat kialakítani. A felújítás során elsősorban a kátyús buszöblök térkövezését szedik fel és cserélik ki. A polgármester arra kéri a bátaszéki lakosokat, hogy legyenek türelemmel, és a felújítások idejéig az ideiglenes buszmegállókat vegyék majd igénybe. Az építkezés várhatóan már ezen a héten el fog kezdődni, a hét második felében, és a kivitelező tájékoztatás alapján időjárás függvényében mintegy 60 napot fog majd igénybe venni. A beruházás teljes költségét a Magyar Közút Nonprofit ZRT finanszírozza, a város önkormányzatának tehát nem kerül semmibe.